Hétfőn tartották a Váci Művelődési Központban a Szociális Munkanapját. Több városi elismerést is kiosztottak az ünnepség keretében. Matkovics Ilona polgármester egyúttal a dr. Kenész Zoltán egyesített szociális intézmény felújításáról is beszélt, és Lezák Brigitta igazgatóval beszélgetek. Jó estét kívánok! Köszönöm Jó estét elfogatok. kívánok! Most mint egy kicsit több díjat osztottak volna ki, mint korábban. Mi az oka? Hát az oka az az, hogy megpróbáljuk megfogni azokat a pillanatokat és lehetőségeket, ahol van arra módunk, hogy megköszönjük, külön hangsúlyozva egy-egy munkatársunknak a munkáját. Ugye a három nagy városi díjon kívül most már évek óta van arra lehetőség, hogy az intézményvezetők arra tegyenek javaslatot, hogyha van olyan munkatársuk, akit erre érdemesnek tartanak, hogy polgármesteri dicséretben részesüljenek, egy dicsérő oklevelet kapjanak, és akkor így nem csak azok, akik a közvetlenül a gondozásban, ápolásban, a valós szociális munkába vesznek részt, hanem azok a háttér kollégák is, akik nélkül egyébként nem tudnánk elvégezni mi sem a dolgunkat, egy kicsit előtérbe kerülhetnek, és így utalmazást kaphatnak. Ha más nem, akkor ez egy, egy hogy mondjam, lelki elismerés, mert hogy az anyagiak ugye, mint általában a szociális munkaterületén dolgozók, azok nem túl vastagok, ugye jó értem. Így van, lelki elismerés, meg hát egy motiváló erő azért az, jó, ha valaki, főleg a sok-sok évet töltött el, nyilván minden, a mindennapokban is megköszönjük külön hangsúlyjal, hogyha valaki átlagon felül jól teljesít, vagy nem csak elvégzi a munkáját, hanem beleteszi magát, vagy a szeretetét és amikor pluszban még kiállhat egy plénum elő, és sok ember tapsol neki, és megrázhatja a kezét a városvezetésnek, akkor én azt gondolom, hogy ez egy ilyen koronadíjon. Igen. A polgármester beszélt egyébként a felújításról, hát itt tulajdonképpen egy önkormányzati van szó, nyilván közpénzekből van a működés által, a felújítás közpénzekből működik. Tényleg az utóbbi időben, a fél évben, mint több felújítás is zajlott volna az épületben, főleg a burgundia utca épületről van szó, hol tartanak most ezekkel a munkákkal, mit végeztek el eddig? Hát a finisbe tartunk. Hála mindenkinek, aki ezen a dolgon munkálkodott. Valóban homlokzatot újítottunk föl, és ablakokat cseréltünk a Burgundia utcába, illetve a, a saroképület, a Bacsi utcára néző lakószobák ablakai lettek kicserélve. Ha minden jól megy, akkor holnap után lesz a műszaki átadása az intézménynek. Ez nem azt jelenti, hogy már teljesen készen vagyunk, hanem a kivitelező, aki ugye a magát a homlokzatot újította fel és az ablakcserét végezte, ő elvégezte a munkáját. Nekünk még házilagos kivitelezésben van teendőnk, ugyanis összekötöttük ha már kiköltöztettük a, a, a lakosszobából, az éppen aktes lakosszobából az ott élő időseket, összekötöttük egy tisztasági festéssel, ami már nagyon rég nem volt, illetve linoleumokat cseréltünk a, a lakószobákba, erre még nekünk kell néhány hét, hogy teljesen készen legyünk, de a nagy projekt, a, a város által megtámogatott nagy projekt, az, a minden igaz, akkor holnap után véget ér. Nyilván nem lehet ezt könnyű úgy megcsinálni, hogy közben a bentlakók életét ne zavarják nagyon össze. Ö, ugye, a a demenciával való foglalkozás is Önöknél kiemelt feladat, demens részlegük is van, és pontosabban ö, ott is kialakítottak olyan ö, szobákat, vagy inkább folyosókat, ami segíti a demencia, hát hogy mondjam, nem kialakulását. Mir, miről van itt szó, tulajdonképpen? Hát arról van, ab, abban egyetértek, hogy nagyon nehéz, hisz szerintem nagyon sokan éltek már meg lakásfelújítást, úgyhogy egyébként lakták az ingatlanukat, és azért az állandó kosz a zaj, mindig történik valami a rendetlenség az nagyon megvisel bennünket, az időseket na, ő különösen megviseli. Mi nagyon hálásak vagyunk, és ezúttal is nagyon szépen köszönöm nem csak a, az ott dolgozó munkatársaimnak a helytállását, hanem a, a hozzátartozóknak a toleranciáját és az ott élő időseinknek a türelmét, hisz több olyan idősünk volt, akit átköltöztettünk a rádióti telephelyünkre azért, hogy a szobája föl szabaduljon, és ott a dolgokat, munkálatokat el lehessen végezni. Úgyhogy ez egy nagyon embert próbáló néhány hónapot, hogy augusztus elején kezdődtek a munkálatok, és nyilván volt egy nagyon hosszú bevezető folyamata is a dolognak, úgyhogy, úgyhogy, mindenki el van már nagyon fáradva, viszont az eredmény meg annyira szép, hogy az kárpotol bennünket. A demens részlegünket ugye megújítottuk, aminek, amire nagyon büszkék vagyunk, mert egy nagyon szép, impulzív, de ugyanakkor a demens barát környezet minden jellemzőjével megáldotta az intézmény ezen részlege. A felújítás számukra volt egyébként a legnehezebb, mert ugye ők nagyon nehezen tolerálják a bármi nemű változást azt meg a kizökkenést a napi rendből. Úgyhogy a felújítást egyébként a demens részleggel kezdtük, úgyhogy ők elég hamar túl a, a megpróbáltatásokon, és hát Köszön, köszönve az ott dolgozó terápiás munkatársainknak és a nővérkéknek, akik meg gondozóknak, akik azért fokozottan odafigyeltek, azért megtudtuk, megtudtuk azokat a helyzeteket előzni, ahol mondjuk egy agitált viselkedés tud kiváltani mondjuk egy hangos zaj. Egyébként működik ez az elgondolás, hogy állatokat vittek be a folyosóra, kifestetik, mint egy erdőbe lenne az ember. Mi a tapasztalat ezzel? Ez a módszer dolgozik? Hát abszolút dolgozik, és azért is boldog vagyok, mert ugye nem csak a tett jót, hanem az ott dolgozó kollégáknak is, hogy több kollégám megfogalmazta, hogy örömbe menni, mert hogy tágasabbnak tűnik a helység. Hát nyilván a falakat nem tettük arrébb, de attól, hogy világos, hogy azon pipacsok vannak, hogy, hogy egy, egy farészlet van, attól az egésznek lett egy ilyen nagyon kellemes hangulata. Igen, a kanári madarainkat nagyon szereti mindenki, akik ottan csiripálnak a folyosón, és hát az akvárium és az akvárium látványa is nagy boldogsággal tölti el az időseket, és van olyan, akit mondjuk be lehet vonni abba, hogy mondjuk az akváriumban lévő halak megeteti nyilván gondozói felügyelettel, úgyhogy kicsit olyan, mint házi állatainkat is lennének, ugye, mert ugye terápiás kutyusunk is van a Burgundia utcában, úgyhogy teljesen adjuk a falusi hangulatot a Folyosókon. Amikor önnel beszélgetünk, akkor a, és sokszor van szó a demenciáról, akkor mindig a prevencióról, megelőzésről szoktunk beszélni, mi a helyzet a klubokkal, ugye ezek azok a foglalkoztató nappali tevékenységek, amik éppen a demenciát próbálják megelőzni. Ezt azért kérdezem, mert ugye az energiaválság ideje alatt, ami még jelenleg is tart, ezt egy kicsit visszább kellett venni, ezt, ezeket a programjaikat Hol tartanak ezzel most. Igen, tavaly az energiaválság miatt azt a döntést kellett hoznunk, hogy bezártuk a klubunkat, de nem nem a szószoros értelmébe, hanem az Arany János utcai klubból az időseket minden áldott hétköznap levittük, a, lehoztuk ide a földvári térre, és a klub nem a budapesti főúton működött, hanem a burgundia úti idősek otthonán belül. Ezt idén nem tervezzük, több okból nem tervezzük, elsősorban azért, hogy hányisnak most már közel 30-34 idős jár a klubba, ami egy nagyon szép létszám, és ennek nagyon örülünk, és 34 embert, 34 embert már nagyon nehéz lenne beintegrálni egy ebédlő be, ez az egyik ok, a másik ok pont a demens részleg, hogy ott azért a felújítások, illetve a korábbi megújulás miatt sikerült azt elérni, és ez egy nagy szakmai eredmény, hogy a demens ellátottaink a központi ebédlőbe étkeznek, együtt a nem demens időseinkkel, és hogy ezt mindkét csoport, mind az érintettek, mind pedig a még egészségesen, fiziológiaisan időseink is elfogadták, nem volt könnyű, de elfogadták, és ez egy nagy, nagy dolog, mert ugye eddig azért a folyosón étkeztek az idősek asztaloknál ugyan, de a folyoson. Úgyhogy most nem zár be a klub ilyen értelembe, és ezen a platformon is nagyon szeretném hirdetni, hogy nagyon szeretettel várjuk az időseket. Itt van a hideg idő, fűtés, Szezon, sötét van, kicsit deprimáló, hangulat romboló eleve a sötétség, ami kint van, úgyhogy minél többen jöjjenek, látogassanak el hozzánk, mert hogy minden nap történik valami izgalmas a klubban. Beszéljünk még a Kenész Bárról, ugye ezt tavaly találták idén tavasza volt az első, és ha jól emlékszem, arról volt szó, hogy évente kettőt tartanak, a tavaszi megtörtént, annak a bevételéből, ha, ha, jól értem, a szintén a, demes részleg. Az a demes részleg, igen, az demes volt a cél, igen, igen, igen. vagy eszközvásárlására használták. Mi fog most összel történni, és miért van kettő ebből? Azért van kettő ebből, mert ugye február elsőjével egyesült ö, az intézményünkkel a város két fogyatékos sokat ellátó intézménye, ugye a Kölcsei utcai fejlesztő napközi otthon, illetve a Tabán utcai napközi otthon, így most már egy egységként működünk ö, velük közösen, és azt gondoltuk, hogy ha a tavaszi bál az az időseinknek gyűjt, akkor milyen klassz lenne, hogyha ezt össze meg tudnánk ismételni, és akkor ott célzottan a fogyatékkal élő fiataljaink lennének az adományokat váró célcsoport, úgyhogy ezt most meg is tartjuk pénteken, és a bevételből hát nagyon szeretnénk, nagyon remélem, hogy legalább olyan sikeres lesz, mint a tavaszi bálunk volt, és a bevételből nagyon szeretnénk, a fejlesztő napközi Otthonak nincsen külön gyógytorna szobája, most a humán központok kaptunk egy helységet, amit erre tudunk használni, de a felszerelést azt meg kell vásárolni, nyilván ez az éves költségvetésbe még a tavaly ugye nem lett betervezve, valamint a Tabán utcába, ugye most már a fiataljaink az évek elmúltával egy picit megnőttek, és kinőtték az öltöző szekrényeiket, úgyhogy nagyon szeretnénk az öltöző szekrényeket lecserélni, úgyhogy most ezért gyűjtünk. Még beszélünk a Kenész Báról, ez hogyan néz ki, mi, hogy lehet adományozni, és maga a Bál az hogyan szerveződik? Uh -huh. A Bál a Radnóti Miklós Általános Iskolában lesz, most pénteken, tehát 17-én este 7 órától van vendégvárás, és 8 órától lesz a vacsora. A vacsora, aki vacsorás egyet vásárol, a, 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 most azért különleges, mert a holnapi napon van egy nagyon klassz programunk a Burgundia úti telephelyünkön, disznát, disznót fogunk vágni, na nem, a szoszoros értelmében meg fog érkezni a két fél disznó, és szakemberek segítségével és az idősek részvételével fogjuk ezt földolgozni, és a bálon egyébként különböző disznóságokat fogunk felszolgálni vacsoraként, tehát lehet vacsorás egyet is vásárolni, és nyilván van olyan, aki nem szeretne vacsorázni, az 9 órától úgynevezett sétáló egyet tud bejönni a bál területére és velünk együtt szórakozni. Élőzene lesz, az élőzen előtt lesz fellépő művészünk, aki egy rövid negyedórás, 20 perces műsorra fog bennünket szórakoztatni, és eljönnek ismét a, a Szenér öröm táncosaink, akik a Dunakeszi-Ladvánszk vezetésével táncolnak. Ők az előző bálon is ott voltak, akikkel egyébként a nyári táncos flash csináljuk most már évről évre. Eljönnek, és akkor ők is tartanak egy kis rövid bemutatót, úgyhogy nagyon remélem, hogy nagyon jól fogjuk magunkat érezni. A jegyek vásárlásával lehet akkor támogatni. Így van. Ö, igen, a jegyeket azt az intézmények részlegvezetőjénél lehet megvásárolni, illetve bent a Burgundia úti telephelyünkön működő pénztárba, és akkor ebédjegy, sétálójegy, és van támogató jegy, ami 500 forinttól a csillagos égi, ki mennyit gondol, és természetesen tombolán felajánlásokat is nagyon szívesen veszünk, hisz az is átvitt értelembe adomány. Legyen úgy, akkor minél többen támogassák a szociális munkát. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet ezen a héten. Ez volt a nagyító. Jövő héten jelentkezünk újabb témákkal, addig is kövessenek minket, az észrevételeket pedig szívesen várjuk. Tehát jövő héten ismét nagyító. Viszontlátásra.